Még mindig nem találják a német rendőrök azt a férfit, aki vasárnap elvette négy járőr fegyverét a Fekete Erdőben található Openau közelében. A rendőrök igazoltatni próbálták, de a férfi lefegyverezte őket, és eltűnt a szolgálati pisztolyokkal a vadonban. Azóta több száz rendőr keresi a német sajtó által Fekete Erdei Rambónak elnevezett férfit. Több száz rendőr kutatja az erdőt vasárnap óta a németországi OpenAU közelében. A rendőrök munkáját helikopterek is segítik, de így sem sikerült a nyomára bukkanni annak a 31 éves férfinak, aki vasárnap elvette négy rendőr fegyverét. Éve egy ilyen raus német állampolgár. Bejelentett lakóhelye nincs, a rendőrök szerint az utóbbi időben a Fekete Erdőben élt. A brit déli mail egy korábbi fotót is közölt a férfiról, amelyen látszik, hogy katonai ruházatot viselt és éjjel készüléket hordott. Nem volt ismeretlen a környékbeliek számára. Mindig terepmintás egyeruha volt rajta, mondja ez a férfi. Raus vasárnap íjjal a kezében jelent meg Oppenau határában. Az ott élők megijedtek és kihívták a rendőröket. A férfi kezdetben együttműködött az őt igazoltató rendőrökkel, majd hirtelen fegyvert rántott és arra kényszerítette az egyenruhásokat, hogy tegyék a földre a szolgálati fegyvereiket. Ezután felkapta a négy pisztolyt és eltűnt az erdőben. Az eset után 440 rendőr fésülte át a környék erdeit sikertelenül. Azóta napi 200 rendőr váltja egymást és kutatja az erdőt, de még mindig nem találják a sajtóban fekete erdei rambóként emlegetett férfit mivel a terület Franciaországgal határos, nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak a férfi ellen. Nincs állandó búvóhelye. Úgy ismeri az erdőt, mint a tenyerét, ismeri a környéket, biztonsággal mozog az erdőben. És itt is élt a vadonban az elmúlt időszakban. Olyan ez a számára, mintha az otthona lenne, magyarázza az elhúzódó keresést a nyomozást irányító rendőrkapitány. A kutatás tovább folytatódik, az iskolákat és óvodákat bezárták, a közösségi közlekedés pedig egyelőre szünetel Oppenauba.